A Hargita megyei mozgássérültek szervezetének az elnöke is a titkára van jelen a stúdióban, és nem csak azért, mert építenek egy összefogásházát, a megyében élő mozgássérültek közösségi házát, hanem azért is, mert ők gyakorlatilag közel 30 éven teljesen rendkívüli munkát végeznek. Köszöntöm a stúdióban Fikó Csabát és Ince Zsuzsikát, köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. És köszönjük szépen a lehetőséget. 2-3 szót a szervezetről, mert azt mondtam, hogy teljesen rendkívüli munkát végeztek. Mit is csináltok? Ezt Keze Csaba, Keze a kezdetektől. Csaba, mit csinál a Hargita megyei mozgássérültek szervezete? Egyszer túlél, mert hogy 30 éve önállhatók vagyunk. Tehát egy civil szervezetként. Igen, de nem csak, hogy mi civil szervezet vagyunk, hanem a munkánk után tartjuk fel magunkat. Nem pályázatokból, nem adományokból, hanem a fogyatékosok munkájával, amire büszkék vagyunk. Nem egyszerű, nem könnyű, de működik. A nézők nem tudják azt, hogy gyakorlatilag milyen munkákat is végeztek. Tehát mit is jelent ez, hogy önfenntartók vagyunk? Hát azt jelenti, hogyha Gyergyó környékén parkokat, temetőket rendezünk. Ez úgy kezdődött, hogy elmentünk a polgármesterekhez, és elmondtuk, hogy mi nem segélyt kérünk, hanem munkát kérünk, tehát hogy régebb is hagyománya volt annak, hogy minden közösség a saját fogyatékosait fenntartotta, és mi is ezt szeretnénk folytatni, és nem segélyt kérünk, hanem munkát kérünk, és így vannak szerződéseink, és tudjuk dolgoztatni a fogyatékosokat, és az ők önbecsülésükbe is segít, meg a fenntartásunkba is. És hát van gyertyaöntőműhelyetek, van varrodátok, sugjak? Igen, az jó, mert nem olyan könnyű. Tehát mi alkalmazkodunk a piachoz, és olyan is volt, hogy valaki cipész akart lenni. Beszereztünk egy cipészműhelyt neki, egy fél évet cipészkedett, utána elment egy másik szakmára. De egészségesekkel együtt. Tehát mi annak örventünk, hogy ő integrálódott, viszont akkor keressük, hogy hova tegyük el a cipészműhelyt, mert mi készültünk, hogy őt boldoggá tegyük. Ez így működik. Talán a szervezetnek a legnagyobb hasznossága ebben áll, hogy ugródeszka tud lenni a sérülteknek, mert hogy az a sérült, aki kicsit bezárkozik, kicsit otthon ül, kicsit nem tudja, hogy hogyan kéne közeledni az emberekhez, mert ugye a sérültség az egy félelmetes dolog, most nem mondom azt, hogy ez egy nagyon pozitív dolog lenne, olyan dolog, amit ki lehet aknázni, de ahhoz szükséges egy közeg, ami ezt lehetővé teszi, és ez a mozgássérültek szervezete. Úgy gondolom, hogy egy olyan közeg, ami ezekben az időkben, amikor nem igazán veszünk tudomást a szenvedésről, mert mindenhonnan azt halljuk, hogy gondolkodjunk pozitívan, hogy álljunk jól a dolgokhoz. Legyünk szépek. Igen, igen, ezért a szenvedést úgy egy kicsit még távolabb toljuk magunktól, amennyire csak lehet, viszont az ilyen szervezetek, mint ez is, abban segít, hogy szembenézzünk a szenvedéssel is, mert az is az élet velejárója, és hogy próbáljunk belőle előnyt kovácsolni. Azt szoktam mondani, főleg annak, aki így el van keseredve vagy depresszióval küzd, megkérem szépen, jöjjön be egy hétre a fiataljaim közé a műhelybe, meglátja, nem lesz semmi baj, amire ez a hét véget ér. Mert ott arra jön rá az ember, hogy mekkora értékei is vannak azoknak az embereknek, akik ugye számunkra nem szegletkövek, vagy valamiért megsajnáljuk őket, vagy nem látjuk meg a fogyatékossága mögött azt, aki ő. És erre jó egy ilyen civil szervezet, hogy azt mutatja meg a fogyatékos emberben is, aki ő. És ezért szeretem mondjuk a fiatalokat, a mi csoportunkat, mert ugye van egy nappali foglalkoztatós csoportunk, hogy egyre inkább rájön az ember, minél többet van közöttük, hogy milyen értékekre is kellene fektesse a hangsúlyt, hogy legyen egy kicsi emberségünk, legyen egy kicsi örömünk,
legyenek szép mindennapjaink, és mindenek előtt vegyük észre az apró dolgokat. Nagyon szeretem érezni a hiányát, amikor nem vagyok bent 2 vagy 3 hétig, annak, hogy nem kérdezi meg senki, hogy hogy aludtam. Vagy hogy ma éppen az én kedvesem hogy van, vagy a szüleim hogy vannak, mert a gyerekek, a fiatalok, azok erre vannak beállítva, hogy egy kicsit lelassuljunk, hogy egy kicsit a pillanatban tudjunk lenni. És nekik szükségük van egy ilyen közösségre. És akkor itt mondanám is rögtön utána, hogy ezért kell az összefogás háza, központ a fogyatékkal élőkért, mert egyre több ember jön és igényli, egyre több kliensünk jönne és igényli a nappali foglalkoztatót, a különböző szolgáltatásainkat, a pályaorientációs foglalkozásainkat, és nincs már helyünk. Tehát nem tudjuk már kiszolgálni a beérkező igényeket. Azt említetted, hogy nem adományokból éltek, de hogyha véletlenül valaki szeretne segíteni ennek az építésében, mert ha jól tudom, akkor azért van munka még. Tehát áll a ház már, vannak ablakai, és még mi van? Tehát mi úgy értettük, hogy nem adományokból élünk, hogy a mindennapi élet és a szervezet működéséhez nem kellett kérjünk segítséget. Na most ez az összefogás háza, ez meghaladja a mi erőnket, meg úgy gondoljuk, hogy egy közösséget építünk ezzel, tehát sokkal könnyebb a pályaszélőről szidni a játékosokat, és nem venni részt a játékban, mi aktívak akarunk lenni. Tehát, hogy erre mindenképpen segítség kell, és folyamatosan kapunk. Tehát olyan eredményeket tudtunk elérni, hogy a városi tanács az belépik tagként az egyesületbe, minden lakós után fog fizetni egy lejt, ami a hosszú távú működésünket nagyon elősegíti. A megyei tanácsnak is van egy elvi döntése, még az alapkő letételkor született, hogy fog támogatni minket folyamatosan, tehát hogy mi élő közösség vagyunk, és ismerve a mi tevékenységeinket, a visszajelzés, a támogatás miensége is ez szerint jön. Tehát nemrég voltunk Brüsszelbe elég kalandos módon, mert hogy nincsenek nagy lehetőségeink. Autóval aludtunk, hányottunk egy kicsit, de össze tudtuk hozni az ajtó, külső ajtóablakokra 20.500 eurót. A különbözetet az itteni vállalkozók, magánszemélyek adományozták,